Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait május 25-én csütörtökön 17 órakor rendes testületi ülésünkön. Meglátom, hogy a képviselőtestület hétfővel jelen van határozott képes. Napirend elfogadás előtt röviden a két ülés közti időszakról a beszámolómat kiküldtem. Saját hatáskörben kötelezettséget nem vállaltam. Átruházott jogkörben kötelezettséget nem vállaltam. A legutóbbi testületülésen elfogadott 14 határozatból 11 került végrehajtása, 3 van folyamatban. Kérdezem, hogy van-e bárkinek, hogy van-e esetleg kérdés hozzászólása kiküldött beszámolóhoz. Igen? Én azt szeretném kérdezni, hogy a legutóbb, tehát az ezelőtti, az áprilisi kultúrás bizottság ülésen, amikor jelen voltak a rendőrség képviselői beszámolót tartani, akkor ott az a határozat született a rendőrkapitány úrnak a javaslatára, hogy a zaj és a sebesség terheléssel érintett területeken egy helyszíni bejárás fog majd szerveződni, és hogy azt szeretném megkérdezni, hogy ez történt ezzel kapcsolatban valami. A Szentendrei kapitányság jelezte, hogy ő rugalmasan alkalmazkodik. Bízunk benne, hogy most már napokon belül megkapjuk az időpontot a közúttól is, mert szeretnénk, hogy a magyar közút is részt venne ezen a bejáráson, és akkor elmondom, hogy mikor tudunk kimenni és megnézni a lehetőségeket. Köszönöm. Van esetleg még kérdés? Nincs. Aki a beszámolót elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, a beszámoló elfogadásra került. A napirend elfogadás előtt a bizottsági ülésen megfogalmazódott javaslatok alapján 4 pótnapirendet szeretnék előterjeszteni. Az egyik lenne a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása. A következő a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház termálvíz értékesítési szerződése. A következő napirend, pótnapirend a közterületeink karbantartásáról szól, illetve az utolsó pótnapirend az pedig a pénzügyi tartalékaink lekötéséről. Szeretném javasolni, hogy egyebeket is vegyünk fel, mert nem látok sehol egyebeket. Rendben, köszönöm. Természetesen ez gyakorlat volt. Mindig rendkívül nem, és nem látom egyebeket. Hát, ha valaki hozzá akar szólni, akkor ne legyen az, hogy nincs semmi. Természetes, hogy lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van esetleg a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönöm. Akkor aki az imént említett pótnapirendekkel kiegészített napirendet elfogadja, kérem jelezze. Napirendet elfogadtuk egyhangi igennel. Köszönöm. Az első napirend a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2022-i beszámolójának elfogadása. A beszámolót a Ügyrendi és Népjóléti Bizottság tárgyalta. Megkérem elnök urat, hogy tájékoztasson bennünket, hogy a Családsegítő... A Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Elfogadásra javasolom ezt. Tulajdonképpen különösebb dolgok nem történtek, amiatt egyéb dolgot el kéne mondanom. Tehát nincsenek kirívó esetek, Visegrád elég jó helyzetben van. Köszönöm, mert mennyi. Nem tudok róla semmi egyébként. Van eset, köszönöm a bizottsági javaslatot. Van egy kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor én megköszönöm a társulásnak és a szakembereknek a munkáját. Aki bizottság javaslat alapján támogatja, hogy fogadjuk el a beszámolót, kérem jelezze. Köszönöm szépen a beszámoló, egy hangú igennel elfogadásra került. Második napirendünk a Provisegrád Nonprofit Kft. 2022 évi pénzügyi mérlege és beszámolója. A pénzügyi beszámolót a pénzbizottság tárgyalta. Megkérem elnök asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket. A tárgyalás során örömmel tapasztaltuk, hogy pozitív adózott eredménnyel zárt a Provisegrád Kft. És elfogadtuk a beszámolóját. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek a napirendhez kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönöm, aki a pénzügyi bizottság javaslat alapján elfogadja a Provisegrád Nonprofit Kft. 2022 évi pénzügyi beszámolóját, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egy hangján elfogadásra került a beszámoló. A harmadik napirendünk a Visegrád Városfejlesztő Kft. 2022 évi pénzügyi mérlege és beszámolója. Ezt is tárgyalta a bizottság. Kérlek, Tobi. Igen, amikor tárgyaltuk, akkor nem minden volt teljesen világos számunkra, de ugye kedden volt a pénzügyi bizottság ülése, ott nem tudtunk döntést hozni, viszont azóta utána néztünk, itt mínusz eredménnyel zárt a Kft., de utána néztünk, tisztázottak a problémák, úgyhogy elfogadásra javasoljuk, hogy
Még azt szeretném hozzátenni, hogy az lenne a pénzügyi bizottság kérése, hogy ezeket a mérlegeket mielőtt a bizottság elé kerülne, valamilyen olyan szakemberrel, aki a cégtől eljön, és a kérdéseinket fel tudjuk tenni, akkor nem lenne a bizottságon ilyen probléma, hogy nem tudjuk elfogadni. Tehát előtte vagy a bizottsági ülésre jöjjön egy olyan személy, aki hozzá tud szólni, vagy előtte meg tudjuk tárgyalni, meg tudjuk beszélni, és akkor nem lesz ilyen probléma, mert ne utólag kelljen letisztázni a dolgokat, jó? Köszönjük. Én csak azt szeretném mondani, hogy ez már többször szóba került az elmúlt 3-3,5 évben, hogy, és ez nem a mérlekhez kapcsolódik, csak most így bedobom, hogy valami szerintem ezzel a Kft-vel kezdjünk. Tehát valami tevékenységet, mert hogy egyébként meg jó, hogy van ez nekünk. Ezt nem most kell, csak szeretném javasolni, foglalkozzon a illetékes bizottság, vagy a testület, vagy polgármester úr ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, ezt a belső elnőrünk is jelezte már, hogy itt döntést kell hoznunk rövidesen. Ezt mi is beszéltük, hogy ezzel valamit kezdenünk kell. Köszönöm. További kérdések nincs. Akkor aki a Visegrád Városfejlesztő Kft. 2022 évi pénzügyi mérlegét és beszámolóját elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, hogy igen, elfogadtuk a beszámolót. A negyedik napirendünk a Visegrád Város önkormányzatának 2022 évi zárszámadása. A pénzügyi csoport elkészítette a 2022 évi költségvetésünk végrehajtásáról a beszámolót. Pénzügyi tárgyalta. Kérlek, Tobi, tájékoztasd bennünket a javaslatotokról. Igen, elfogadtuk a zárszámadást. Egy-két adatot mondanék csak, hogy a 22 évi költségvetési maradvány az 353.570.814 forint. És talán felsorolnám azokat a beruházásokat, felújításokat, amiket végeztünk az év folyamán. Összesen 800 millió forint, ez természetesen van, ami pályázati pénzből finanszírozódott, és van, ami saját tőkéből. Árvízvédelmi beruházás, színpadot vásároltunk, a Városközpont parkoló, mozik köz, tornacsarnok közötti utat megépítettük, a közvilágítást ledesítettük, az óvoda játszóterét megcsináltuk, elkészült, ugye idén lesz az avatás az első Károly szobornak, az új drága rezsiköltségek miatt hűtő-fűtő klíma kiépítését finanszíroztuk. Elkészítettük a Széchenyi utcai járdát, az óvodaépítés, bővítés tervdokumentációját, köztéri padokat vásároltunk, úgyhogy elég sok szép dolgot fel tud mutatni az önkormányzat, amire költötte. Egyébként elfogadtuk az árszámadást. Köszönöm. Köszönöm a tájékoztatást. Van esetleg kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm. Aki a bizottság javaslat alapján elfogadja a 2022 évi beszámolót, zárszámadását önkormányzatunknak, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egy csomó igen, elfogadásra került a beszámoló. Az ötödik napi rend, lakossági hulladékszállítás felülvizsgálata. Ugye ez év július 1-jével Magyarország szerte a megváltozott jogszabályok értelmében a MOHU ZRT fogja végezni a lakossági hulladékszállítást. A MOHU közvetlenül a lakossággal köt majd szerződést, viszont továbbra is lehetőség van arra, hogy Visegrádon az önkormányzat teljes egészében átvállalja ezt a fizetési kötelezettséget. Mi tudjuk, hogy a befizetett kommunális adó az elmúlt években fedezte a személyszállítás költségét, viszont a közterületek karbantartását, gondozását az önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozta. Hát a legmeghatározóbb sajátos bevételünk ugye az idegenforgalmi adó, amit az ide érkező turisták fizetnek meg a szállásadóknak, és a szállásadók továbbítják, utalják tovább az önkormányzatnak. Én az a javaslatom, az volt a kérésem, hogy egészen addig, amíg a sajátos bevételeink és a költségvetésünk lehetőséget biztosít arra, addig továbbra is ezt a gyakorlatot ezt tartsuk meg, és biztosítsuk azt a lakosság számára, hogy a
Ők ugyan szerződnek a MOHU-val, de a pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat átvállalja teljes mértékben, és ezt minden évben az egyéb határidők okán felülvizsgálja a költségvetés megalkotásakor a testület, és június 30-ai évfordulóval lehet ezen változtatni, ha esetleg nagy Isten szükség, vagy szükség lesz rá. Bízunk benne, hogy nem. A pénzügyi tárgyalta ezt a az előterjesztést. Igen, és maximálisan egyetértettünk az előterjesztési javaslattal, úgyhogy mi is így gondoljuk. Köszönöm szépen. Van esetleg ezzel kapcsolatban bárkinek kérdés? Érkezik majd a tájékoztató a lakosság számára, hogy ez mivel jár. Ilyen adminisztratív feladat lesz, hogy mindenki szerződjön a MOHU-val, de ebből fizetési kötelezettség nem származik a lakosság számára, a következő évben biztos nem. Köszönöm. Szavazás következik. Aki elfogadja a javaslatot, vagy a határozati javaslatot, kérem jelezze. Köszönöm szépen. Elfogadtuk. Hatodik napirendünk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett úthír, járda, építés, felújítása tárgyú pályázat benyújtása. Ugye itt ebben az évben egy megvalósítandó célra pályázhatnak az önkormányzatok. Városfejlesztő Bizottság tárgyalta, megkérem elnök urat, hogy tájékoztasson bennünket a bizottság javaslatáról. Igen, a bizottság tárgyalta, viszonylag egyértelmű volt a bizottságnak az álláspontja, hiszen egy darab projekt finanszírozható belőle, és ott pedig járdát szerettünk volna építeni. A járda építése 10 millió forint költségkeret van meghatározva. A pályázati lehetőségek között 100%-os finanszírozásban, és a Sziget utca nyázat környéki járdáknak lépcsük meg a felújítását, javasoljuk, hogy ebből valósítsuk meg. A bizottság egyhangulat támogatta. Köszönöm szépen. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm, akkor aki elfogad. Ebben a pályázatban volt benne más elemek is, tehát útfelújítása is volt? Amit ő volt, út és az is csak 10 millió? Nem, az 40 millió forint volt. Kérdezem, miért nem azt támogatjuk, hogy a eltője utat véget csináljuk már meg, amit megterveztettünk, utána meg hosszabbítottuk, meg majd le fog járni a határidő, legalább a vízhevezés, valamit csináljuk abból, mert annak idején az, ami 40-50 millió lett volna az egész utat, hogy miért nem azt csináljuk meg, hitegetjük őket már évek óta, hogy majd lesz, és akkor most itt van egy pályázatok, és meg se próbáljuk, hogy ezt pályázunk. Megvizsgáltuk a problémát, tehát ezt megvizsgálta a bizottság, mivel az Erdőalja útnak a felújításának a kalkulált összege, ez egy másfél évvel ezelőtti, vagy kettő évvel ezelőtti ajánlatban is közel meghaladta a pályázati keretösszeget, és bekalkulálva az azóta bekövetkezett költségek növekedését, azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk jelen pillanatban ebben a pályázatban támogatni. Ez volt a bizottságnak az álláspontja. A polgármester úr esetleg te is így emlékszel, hogy hogy volt. Valóban, ez két évvel ezelőtt meghaladta az 50 millió forintot a akkori becslés. Ugye most 45 millió forintra pályázhattunk volna. De tekintettel az azóta bekövetkezett árváltozásokra, mint azt elmondta elnök úr, itt most jelenleg nem tudunk ehhez, nem tudunk több 10 millió forintot hozzátenni ez a beruházáshoz, és mivel egy célra pályázhatunk, így az említett járda, a Sziget utcai járda és a lépcsők pedig én úgy gondolom, hogy nagyon veszélyesek, és ott nagyon fontos a lakosság számára annak a megújítása, felújítása, és annak a realitása jelenleg jóval nagyobb. Kézzelfoghatónak tűnt. Köszönöm. Van-e további kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja a bizottság javaslatát és támogatja, hogy a járdaépítés a Magyar Falu Program keretében a Sziget utcai járda felújítására pályázunk, kérem jelezze. Járda és lépcső. Járda és lépcső. Igen, 6 igen szavazat tartózkodott. Köszönöm szépen. 6 igen és egy tartózkodás ellenében elfogadtuk a pályázati cél meghatározását. A hetedik napi rendünk, Mátyás Kell Művédési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására vonatkozó pályázat kiírása. A tekintettel arra, hogy a
nyár végén lejár az 5 éves megbízatás, így előterjesztettem az igazgatói állásra pályázatot, kiírást. Kulturális Oktatási és Sportbizottság tárgyalta. Megkérem elnök asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a javaslat. Hát tulajdonképpen túl sok minden tárgyalni való ezen nincsen, jogszabálynak megfelelően kell kiírni a pályázatot. A szakmai része a pályázatnak nem tér el a korábbiaktól, ami eltérés van az előzőhöz képest, az azóta bekövetkezett jogszabályi változásoknak a lekövetése. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja ezt a pályázati kiírást. Köszönöm szépen. Van esetleg a pályázati kiírással kapcsolatban bárkinek? A kötelező formai elemek kerültek beépítésre, amit a jogszabály meghatároz. Van esetleg bárkinek kérdés, hozzászólása? Nincs, köszönöm. Aki elfogadja a bizottság javaslat alapján, hogy a pályázati kiírásra kerüljön, kérem jelezze. Köszönöm. Egyhangú igen, ezt elfogadásra került. Köszönöm. A következő napi rend lehetne egy javaslatom ehhez a napi rendi ponthoz? Igen. Tekintettel arra, hogy szorít a határidő minket, illetve jön a nyár, meg a jogszabály azt írja elő, hogy azt a pályázatok benyújtását követően az önkormányzat testület által felállított bírálóbizottság fogja véleményezni a beérkezett pályázatokat, és ennek a véleménynek megfelelően majd a testület meg fogja hozni a döntését. Én javasolnám azt, hogy mivel szorít az idő, célszerű lenne most megalakítani ezt a bizottságot, ezt a bírálóbizottságot. Ez csak az én véleményem, ez csak a javaslat. Arra gondoltam, hogy fel kellene állítani egy 3-tagú bírálóbizottságot, nem kell több. 3 tag elég lenne, lenne a KOS bizottság elnöke az egyik tag, lenne a Városüzemeltetési Bizottság elnöke a másik tag, és egy szakértői 4 vegyzékből kiválasztott kulturális szakértő lenne, egy független szakértő, a bizottságnak 3. tagja lenne, ez csak az én javaslatom. Én támogathatónak tartom, nem tudom, hogy... Ezt most nem tudjuk megalakítani, mert ez a 3. tag nincs. Az összetételt, két állandó tag, akit most azt mondjátok, hogy jó, illetve még egy kulturális szakértő, akit nem ismerünk még, de ki fogunk jelni, és felkértek engem, hogy én keressem meg ezt a kulturális szakértőt, hogy válaszunk egyet, ki belőle egy független. Csak azért, hogy fel legyen állítva, mert ugye kiírjuk a pályázat 30 napon belül ti meghallgatjátok, elbíráljátok, és utána megint lesz bizonyos idő, amíg el kell dönteni, hogy most felveszitek, nem veszitek, hogy mi fog történni. Augusztus 25-ben. Mert nem lesz testületülés. Nem lesz testületülés, meg nyár. Ja, igen. Ezért lesz. Ez csak az én javaslatom, nem muszáj, de ez célszerűen látszik. Igen, hát ha vállaljátok, akkor ezt most meg tudjuk határozni. Meg lehet, persze. Tehát magát az, hogy 3 fő, ki legyen, aki most megválasztott. Jó, hát az, mivel mondom, a döntést úgyis a képviselőtestület. A javaslatotok alapján. Csak a bírálatok bizottság fogja szakmai szemben hozzáértéssel megjavasolni, hogy mit tudom, mert 10 jelentkező közül ki az, akit a testületnek elfogadása javasol. Ennyi. Igen. Azt dolog nyitja. Teljesen jó. Jó, hát én akkor ezt vállaljátok, te is és akkor a 3. tagnak, csak magát a koncepciót. Szakértői 4 jegyzékből kiválasztott, független, kulturális, vagy nem tudom milyen szakértőnek nevezik, az lesz a bizottság 3. tag. Aki még nem ismer, ő is fogja. Tehát a beérkezett pályázatokat ti 3-an fogjátok értékelni, megfogjátok, el fogjátok dönteni 3-an, hogy ki az a nem tudom hány pályázatok közül, aki legértelmesebb arra, hogy a művelődéssel működni posztot betölt. Érdemesebb. Érdemesebb. Jó. Kell akkor később. Az se baj, ha értelmes. És a szakértőnek a személyéről ki fog határozni? Tessék. Hogy ki lesz a 3. tagja a bizottságnak? Hát figyelj, de én megmondom neked. Mert most mi tudjuk, hogy mi ketten vagyunk, de a 3. név az lóg a levegőben. Én most ezt így... Ez most egy elmélet. Hogy az ember kiválasztja. Rábögök a szakértői 4 jegyzékre, és felkérem. Megerősíthetjük ezt később. Persze. Még. Jó, rendben. Akkor ezt még kiválaszthatjátok. Jó, ha kiválasztjuk, ahogy is írják, kiválasztjuk a szemét, a szakértőt, akkor utána elfogadhatjátok. Persze. Csak hogy a bizottságot alakítsák. Akkor lenne egy kérdésem, most a bejárásoknak, ha meg lenne a személy, aki ugye nyilván tájékozottan, vagy észre lehet, mielőtt a döntést megszületik, a bejárás megint, hogy nézzük meg alapban. Jó, lehet, hogy nem a referenciája.
ezt mondtuk, igen, hogy az később. Most elméletileg a ti személyetek biztos, meg az egy szakértő, amit majd ti kiválasztottok. A szakértő személye van meg bizonytalan, mert jó. Nem tudjuk, hogy ki lehet, ki és meg tudjuk, akkor csak, hogy ezzel is haladjunk. Jó. Igen. Rendben. De múltan és erről szavazzunk is. Jó, de csak akkor nem szeretem az ilyen hirdetni dolgokat. Nem csak szorít az idő is. Jó, értem, köszönjük. Hogy minél hamarabb esünk túl rajta, hogy legyen meg a bizottság, mert utána nem ki sem fogtok ülni, úgy gondolom, nem? Így van? Igen, akkor, jó, akkor. Hogy ne legyen kívülbe kelljen meg már meghívom össze. Jó. Igen. Szavazzunk. Rendkívül ügyesekről tudjuk. Jó, tehát hogyha a jegyző javaslatát, hogyha elfogadja a testület, akkor ez a napi rendhez kapcsolódóan, akkor meghozhatjuk azt a határozatot, hogy ez a bizottság három tagú lesz, egyik tagja a közbizottság elnöke, Gesmér Beáta, a képviselőasszony, másik Abonyi Géza, a Városvezető Bizottság elnöke, és a jegyző pedig javaslatot tesz egy harmadik tagja a szakértő személyére vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igen. Kizárja esetleg másik képviselőnek a csatlakozását ehhez a bíráló bizottsághoz. Tessék? Hát tehát tanácskozási jogkörben szerintem nem, de döntési, nem tudom, van-e döntési jogkör bizottságnak, most ezt három, ezt nem tudom. Igen. Nyilván ez nem kérdés. Igen. Ezt most, hát olyan, mint a nem tudom, hogy ügyünk a bizottságot, de ha nem változhatunk rajta, akkor attól még ott lehetünk. Jó. Csak kérdés, hogy a pályázatokban nem mindenki tekinthet bele. Persze. Legfeljebb azzal, hogy a bíráló bizottság adjon egy tájékoztatást mindegyikről, mielőtt döntünk, és utána tegye meg a javaslatát. De nekem az a javaslatom, azért, mert sokan voltak, és akkor nem döntik hamar. Ja. Azért. Tehát azért jó a CCH. Jó, most láttam, hogy ez a előadás, nem? Elég lesz a tanácskozási jog, ez tök jó. Ez akkor ezen túl vagyunk. Akkor ezt elfogadjuk. Igen. De már szavazni. Köszönöm szépen. A 8. napi rendünk az országgyűlés 5/2023 számon elfogadott DK-párti határozatának támogatása, megerősítése. Ugye, mint tudjuk, a szomszédunkban háború dúl, amely nem csak Európára, nem csak hazánkra, Európára, hanem az egész világra hatással van, és az országgyűlés elfogadott egy határozatot, melyben kihangsúlyozza a mihamarabbi tűzszünet és béke feltételének megteremtését és megteremtésre vonatkozó szándékát. Én úgy gondolom, hogy minden magyar állampolgárnak ez a legfontosabb most, hogy a háború minél hamarabb befejeződjön, és a biztonságunkhoz, illetve a településeink fejlődéséhez. Ezért is terjesztettem elő, és kérem, hogy ezt támogassuk. A bizottságok tárgyalták tegnap a városfejlesztési tárgyalat előtt az ügyrend, illetve a közbizottság. A városfejlesztési bizottság elnök úr. Tárgyaltuk, igen. A Városfejlesztési Bizottság tagjai egy kicsit meghasonlottan nézték ezt a napirendi pontot, hiszen nem nagyon értették, hogy városfejlesztési ügyben pontosan mi mellett is kéne szavazni, vagy pedig mi alapján kéne döntést hoznunk. Úgyhogy így a bizottság tagjai a személyes döntéseiket hozták meg az én javaslatomra ebben a kérdésben természetesen. Magával a béke vágya mindenki egyetértett, de különböző indokok miatt nem volt teljes az egyhang, de a Városfejlesztési Bizottság elfogadta a határozatot. Köszönöm szépen, ugye. Hat igen és egy ellen szavazattal fogadta a bizottság. Tárgyalta az ügyrendi és a közbizottság is.
sorban. A sportbizottság, vagy a Kulturális Oktatási és Sportbizottság is tárgyalta, és ne, ezt a, erről a határozati javaslatról nem hozott döntést, hanem egy olyan állásfoglalást fogalmazott meg, mely arról szól, hogy a bizottságnak az az álláspontja, hogy az önkormányzatnak, vagy az önkormányzat bizottságának nem feladata az országgyűlés határozatainak minősítése, bírálása, vagy ilyesmi. Úgyhogy tulajdonképpen nem erről a konkrét határozatot, tehát nem fogadta el, de nem is utasított el, hiszen a békét nem utasítja el senki, de az volt az álláspontja a bizottságnak, hogy nem a mi feladatunk ennek az elbíráláshoz. Köszönöm. A ügyen bizottság is tárgyalta, tulajdonképpen ugyanilyen okokból le lett véve a napirend 3 tagjú a bizottságunk, és 2 tag jelezte, hogy nem szándékozik szavazni erről. Hasonló okokból, illetve pont ugyanazok az okokból, mint amit a Bea mondott, hogy ez nem a mi kompetenciánk, tehát ez kívül esik a mi hatáskörünkön. Maximum véleményt mondhatunk róla, úgyhogy nem történt nálunk szavazás. Mikor két éve ezelőtt pandémia alatt a saját bőrünkön éreztük a különféle a meglehetősen megrendítő korlátozásokat mindennapjainkban, akkor és nagyon-nagyon példásan helytált, én úgy gondolom mindenki Visegrádon, a korlátozásoktól kezdve a fegyelmezetten betartottuk a szükséges intézkedéseket. Ott egyszer-egyszer elmosolyodtunk rajta, hogy néha még szigorúbbak is voltunk, és hamarabb hoztunk különféle intézkedéseket egy-két héttel, mint azt a kormány megtette volna. Itt én úgy gondolom, hogy lehet, hogy azért, mert most még nem érezzük, vagy, de nem mindenki érzi, úgy a bőrén, vagy gondolja úgy, de én úgy gondolom, hogy ezt az önkormányzat önállóan is megtehette volna már korábban. Tehát most azzal, hogy ezt támogatjuk, az a legalapvetőbb érdeke mindannyiunknak. Én úgy gondolom, hogy minél hamarabb ez a háború befejeződhessen, vagy befejeződjön a biztonságunkhoz és a mindennapi életünkhöz. Én ezért is terjesztettem elő. Parancsoljon. Én nekem csak az a kérdésem, hogy ez csak a mi körzetünkben előírás vagy kérés az önkormányzatoktól, vagy az országszerte? Ez megfogalmazódott. Erre vonatkozóan ebben a választókerületben ez a kérés ez megfogalmazódott képviselő asszony részéről, hogyha gondolják az önkormányzatok, akkor felkérés, hogy csatlakozzanak ehhez és támogassák ezt a határozatot. Nem tájékozottam, hiszen ez annyira egyértelmű volt, nem tájékozottam, hogy ez más választókerületekben ez... Én itt úgy gondolom, hogy itt nem minősítenünk kell ezt, hanem támogatást kértek, úgyhogy nem minősítést. Támogatásról meg mindenki egyénileg dönthet. Úgyhogy... Köszönöm. Értem. Akkor további parancsolj. Ez egy rendhagyó napirendi pont, ugye nem szokás ilyeneket általában bevenni önkormányzati ülésekre, vagy testületi ülésekre. És látszólag tulajdonképpen egész egyszerű is a megoldás, mert igazából nem kerül semmivel felemeljük a kezünket, és tulajdonképpen nem egy egyszerű kérdése, és azt kinyilvánítja mindenki, hogy szereti a békét, és békét akar. Látszólag ez így van. De ugye természetes a békevágy, mint ahogy a természetet is mindenki szereti, meg mindenki szeretne egészséges lenni, és a többi. De itt én azt gondolom, hogy fel kell megírni a figyelmet 2 dologra, de a képviselőtestület tagjaira, illetve én szeretném felhívni a figyelmet, mert ennek a dolognak azért van 2 oldala, amit érdemes meggondolni, mert szavazunk róla. Az egyik, az egy olyan kérdés, hogy ugye az általános békevágy az egy dolog, de most egy konkrét esetnek a békéjéről kell dönteni, illetve támogatásáról kell dönteni, és ez pedig az orosz-ukrán háború. Béke, mint olyan, mindig összefügg azzal, amit azt megelőzi. Ugye vannak nem szeretem békék is,
és ilyen volt például annak idején, visszatekintve itt egy kicsit történelmileg a 48-49-es szabadságharc után, amikor az orosz seregek bejöttek ide, és Görgei Artúr letette a fegyvert, utána béke lett az országban, de hát mindannyian tudjuk, hogy azért egy komoly megtorlás következett, és egy bakkorszak következett, nem szeretnénk még egy ilyet látni. Ugyanúgy egy békekötés következett már első világháború után, amit ugye úgy hívnak, hogy trianoni béke, ami ránk vonatkozik. Hát ez is egy ilyen nem szeretem béke azóta is ebben az országban. És akkor hát folytathatnám a sort. A második világháború utáni helyzettel is, amikor szintén béke született, és mégis az itteni szovjet csapatok segítségével azért a legkeményebb diktatúrát élte meg ez az ország a történelme folyamán, és akkor és befejezésül az még hagy utaljak arra a békére, ami az 56-os forradalom után volt, ugye akkor volt egy forradalmunk, és gyakorlatilag utána a béke következett, de milyen béke? Úgy, hogy érdekes módon még a mai napig is sok ember csalódást érez az iránt, hogy akkor a nyugati hatalmak miért nem adtak nekünk fegyvert, és miért nem jöttek a segítségünkre. Szóval én azt gondolom, hogyha az ember úgy konkrétan beszél a békéről, akkor azért egy kicsit árnyalni kell a dolgokat, és azt kell nézni, gondolom én, hogy egy béke az kinek nyújt előnyöket, kinek hátrányokat, kinek jó és kinek nem. Ez az egyik dolog, amire felhívnám a figyelmet. A másik, hogy a kormány most, illetve az országgyűlés egy konkrét politikai eseménynek a megítélésére, illetve támogatására, illetve az ő törekvésének a támogatására kéri fel a visegrádi önkormányzatot, minden egyéb önkormányzattal egyetértésben, gondolom én. Én azt hiszem, hogy ilyen esetben, hogyha magánemberekről beszélünk, akkor természetesen mindenkinek joga van a lelkiismerete szerint dönteni és véleményt nyilvánítani. Ha a politikai szervezetről beszélünk, mint amilyen mondjuk a kormány vagy az országgyűlés, akik többségi politikai szavazattal lettek megválasztva, szintén, nem csak jogú kötelességük is a véleménynyilvánítás a nemzet érdekében. Ezt én egy olyan szervezet, mint egy önkormányzat, amely a helyben lakóknak az érdekeit kell, hogy képviselje, és közös nézeteit és akaratát kell, hogy tolmácsolja. Én úgy gondolom, hogy ha politikai kérdésben állást foglal, akkor túllépi a hatáskörét. Tehát mi, én azt hiszem, nem vagyunk arra felhatalmazva a szavazók által, hogy politikai kérdésben, országos vagy világpolitikai kérdésben mind képviselőtestület a város többségének akaratát tükröző bárhova is. Éppen ezért én tisztában vagyok azzal természetesen, hogy az elmúlt időszakban, ami a mi időszakunk volt az elmúlt pár évben, nem kevés támogatást kapott ez a város a jelenlegi vezetéstől. Ez megkérdőjelezhetetlen. És tisztában vagyok azzal is, hogy ez a háború sajnos nagyon sok kárt okozott ennek a városnak is, azzal, hogy már megígért támogatásokat a kormány kénytelen volt megállítani, hiszen olyan gazdasági helyzetbe került tábor következtében, hogy nem tudta folytatni. De én úgy érzem, hogy a jövőt illetően, a lakosságnak a reakcióit illetően szerintem az lenne a béke, az a béke, amit mi szeretnénk itt helyileg, hogyha a képviselőtestület, mint testület ebben az esetben tartózkodna a megítélésétől ennek a kérdésnek. Úgyhogy arra hívom fel a képviselőtársak figyelmét, hogy vagy tartózkodással, vagy nem szavazattal álljanak ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen! Köszönöm. Ha Szent Atya nem látogatott volna Magyarországra, akkor is úgy gondolnám, hogy minden magyar embernek a legfontosabb az, hogy ez háború minél hamarabb befejeződjék. Én úgy gondolom, hogy azzal nem teszünk rosszat, hogyha ezt támogatjuk, sőt, jót teszünk, és nem feltétlenül látok olyan összefüggéseket, mint amit az imént képviselő úr elmondott.
nem kívánok erről tovább, tehát számomra ez egyértelmű most. Jó. Szavazás következik. Kérdezem, hogy a bizottsági javaslatok alapján ugye tudjuk azt, hogy a Városvezetési Bizottságban van a legtöbb képviselő. Tegnap a bizottságban ugye a 6 igenből 3 külsős, 3 képviselő szavazott. Én örültem, hogy tegnap ez nem volt kérdés. Úgy látszik, hogy mára az lett. Felteszem a szavazást, aki támogatja, hogy csatlakozzunk és elfogadjuk, meg erősítsük az országgyűlés béke iránt, békére vonatkozó határozatát, kérem jelezze. 1, 2, 3, 4 igen szavazat, tartózkodott, 1 ellene szavazott, 1. 5 igen. 5, bocsánat. Ja, 5 igen szavazott, bocsánat. Nem. 4. Én szavaztam. Te igennel szavaztál? Igen. Bocsánatot kérek, nem vettem észre, elnézést. 5 igen szavazat, 1 tartózkodás, és 1 egyenlen szavazattal megszavaztuk. Köszönöm. No, egy mondatot hadd tegyek hozzá, én is a Városfejlesztési Bizottság részéről, tehát hogy a béke feltételeit azt nem a Visegrád Város Városfejlesztés, vagy pedig bármelyik bizottsága fogja meghatározni jelen esetben, de azt gondolom, hogy a Városfejlesztési Bizottságnak a szavazati aránya az azt mutatta, hogy békében konjunktúra van, háborúban általában dekonjunktúra van, amikor egy gazdaság vagy pedig egy ország prosperál, akkor városfejlesztési tekintetben több lehetősége van, hogyha pedig egy bizonytalan környezetben működik ez az ország, akkor sokkal kevesebb lehetőség van a városfejlesztésére. Pusztán csak, mint Városfejlesztési Bizottság. Illetve a fejlesztés tekintetében mindenkinek a személyes döntésben valószínűleg ugye a beszélgetések alatt az is motiváció volt, hogy mikor tudja a városfejlesztését, a Városfejlesztési Bizottság tagjai mikor tudják elősegíteni, akkor, hogyha támogatják a kormánynak ezt a döntését, pedig akkor, hogyha nem támogatják a kormánynak a döntését. Valószínűleg ezek befolyásolták a bizottság tagjait, és így alakult ki a Városfejlesztési Bizottságban ez a viszonylag magas támogatottság, hiszen a bizottság munkájában, elkötelezettségében a város fejlődését szolgálja. Köszönöm szépen. A 9. napirendünk, 9. napirendi pont következik, 2022-es évi belsőrendezési terv végrehajtásáról szóló beszámoló. Belsőrendezési terv végrehajtásáról megkaptuk a beszámolót, bizottság tárgyalta. Meg kérlek, Tubi, tájékoztasd bennünket. A pénzügyi bizottság elfogadta a belső ellenőrzési terv és a beszámolót. Köszönöm szépen. Van esetleg a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor aki a bizottság javaslatával egyetért, hogy fogadjuk el a versenyezési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egy csomó igen, a beszámoló elfogadásra került. Az egyik napirendünk a Budapest Sightseeing Kft. Járatengerének meghosszabbítása iránti kérelem. De tudjuk, hogy az elmúlt 2 évben már a Budapest Sightseeing autóbuszai személyszállítást és a tavasztól őszig működik a településen a Hoppon-Hoppo buszok keretében, és mely eredményeként azok a lakosság visszajelzések érkeztek, hogy egyrészt kicsit mérsék, le is lassult egy picit, hál' Istennek, a Felegvári úti forgalom, valamint ez egy plusz turisztikai attrakció, és talán egy kicsit, talán valamelyest én úgy gondolom, hogy biztos, hogy mérsékli is az autóforgalmat, a településen átadó autóforgalmat, hiszen akik vasúttal érkeznek Nagymarosra és onnan Kompon jutnak át, vagy hajóval Visegrádra, ők ezzel a busszal minden órába föl tudnak jutni a Felegvárba, illetve meghallgathatják a Visegrádról szóló tájékoztatót itt a 10 megálló során. Ezen a szerződés keretében a 65 év felettiek és 14 év alatti visegrádi lakosok ugye ingyen utazhatnak, valamennyi állandó lakos részére pedig 50%-os kedvezmény biztosított szolgáltató továbbra is. A bizottság nem tárgyalta, van esetleg kérdés, hozzászólás, ugye most hétvégén közlekednek idén a buszok. Én csak el szeretném mondani, mindig elmondom, amikor erről van szó, hogy először így féltem ettől a
az attrakciótól, de egyébként meg teljesen jó, mert egyáltalán nem zavarja. Tehát, hogy ugye én az útvonalon lakom, és halk, meg lassú, integet a bácsi, többször igénybe vettük már ezt a szolgáltatást, úgyhogy szerintem ez jó. Ez támogassuk továbbra is. Köszönöm. További igen. Ez hétközben nem közlekedik. Igen, csak hétvégeken. Igen. Hogy nem lehetne találni valami megoldást, hogy ne a parkolónkba parkoljanak, mert ez elvesz egy busznak a parkolási díját, és akkor jönnek, hétközben is jönnek buszok, és ott akkor nehogy probléma jön ebben, vagy nehogy azok mondják, ez ingyen parkolhatnak, meg fizetni kell. Tavaly találtak más megoldást, idén meg ott áll a parkoló, egész héten. Tavaly a Mahatn álltak, most meg ott állnak a parkolóba egész héten. És ha kiszámolnánk, hogy ha az a helyet valaki ott parkolna a busz, akkor amit ő fizet támogatást, nullá lennék majdnem. Tehát akkor nem fizet támogatást. Hogy nem tudnák-e találni más megoldást, hogy máshol parkoljanak. Ahol tavaly. Én úgy gondolom, hogy ez hétközben kizárólag a kispalota játékok idején okozhat esetleges problémát, ezt majd a parkolőrökkel és a turisztikai marketing egyesület munkatársaival leegyeztetem, hogy valóban okoz-e fennakadást vagy sem. Ha igen, akkor erre a néhány hétre keresünk más megoldást. Én azt láttam, hogy azért az elmúlt hetekben hétközben kis kivételtől eltekintve, ott a sarokban egyedül árválkodott ez az autóbusz, és nem volt mellette csupán néhány személyautó. Nyilván ez most változik, ahogy elkezdődnek ezek a programok, hogyha tájékozódom, és hogyha indokolt és szükség lesz rá, akkor természetesen akkor keresünk más helyet. Ha pedig nem okoz, vagy nem okoz ez kárt önkormányzatunknak, akkor szerintem azért ott ez egy üdes infót, jó kis reklámot ott esetben a sarokban, a Dunai végében. De megvizsgáljuk, köszönöm szépen az észrevételt. Aki támogatja, vagy nincs további kérdés ez a Pirenthez, a hozzászólás. Köszönöm, aki támogatja. Budapest Sightseeing Kft. Járat engedélyének meghosszabbítását, illetve a szerződés meghosszabbítását kérem jelezze. Köszönöm szépen, hogy még igen elfogadtuk. A 11. napirend döntés a TOP plusz 1.1.3.21 helyi térségi turizmus fejlesztési közbeszerzési felhívás jóváhagyásáról. Mint ismeretes, a Kressz Park és a Közpark, valamint a Platánsor és az ott lévő mosdó megújítására vonatkozó pályázatunk során nyert támogatást önkormányzatunk. A helyszíni bejárások és a bizottságülések során a felújításra vonatkozó műszaki tartalom meghatározásra került. A közbeszerzés kiírásáról kell döntenünk, illetve ezzel egy menetben a közösszezési tervünk módosításáról, hiszen ez egy nemzeti eljárás keretében kerül kiírásra. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. A Városfejlesztési Bizottság ilyen tárgyalta, nem először, ugye a Városfejlesztési Bizottságnak, sőt, talán még a közös bizottság, Abonyi Géza képviselőtársamnak a közös bizottságnak is témája volt ez a TOP pluszos pályázat, szerintem most már harmadik ülés óta gyúrjuk ezt a tésztát. Nagyon örülünk neki, hogy végre egy olyan állapotba tudtuk hozni, hogy tulajdonképpen a kiírás az elindulhat. Támogatta teljes mértékben a bizottság, természetesen azzal a feltétele, hogy a pontos részletek a WC felújításának a tekintetében, illetve egyéb pozícióban még bizottsági jóváhagyást igényelnek. Úgyhogy részünkről az öröm, hogy elindulhat a folyamat, és várjuk a következő lehetőségeket, hogy hol beszélhetünk bele végre, hogy lesz ez a legjobb a városnak. Köszönöm a támogatást. Van egy csak további kérdés, hogy nincs? Ez 100%-os támogatás. Igen. Mert előbbiekben volt vita, tehát 100%-os. Köszönöm. Akkor aki az átti javaslat értelmében, itt kétszer szavazunk, igaz? Egyszer arról szavazunk, hogy módosítjuk a közbeszerzési tervet a
az előterjesztésnek megfelelően, aki elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, hogy csomó igen. Majd azt követően arról, hogy akkor a TOP plusz pályázat keretében a helyi térség és túlműsfejlesztési közösszedés felhívását jóvá hagyjuk. Kérem, aki támogatja, jelezze. Támogatja, jelezze. Köszönöm szépen, elfogadtuk azt a határozatot is. Igen, még egy rendes napirendünk van. A polgármesteri hivatalban 2023 évben igazgatási szünetek elrendeléséről. Ugye az egyik a nyári, a másik pedig a karácsonyhoz kapcsolódó téli igazgatási szünetről szól. Jegyzőúrral összehívtuk a hivatali kollektívát, pár szóban megkérdeztük, hogy ki mikor szeretne nyaralni, és úgy tűnik, hogy mindenki a legtöbb, hát nem feltétlenül. Nem, ugye, korábban ez az óvodaszünethez kapcsolódott. Most ugye ez egy kicsit könnyebb, mert most azért megállapodás értelmében egyrészt másik település óvodája be tud segíteni az anyukáknak, de az igazgatási szünetet arra a két hétre javasoljuk elrendelni, ahol amikor a legtöbb, illetve szinte minden kolléga tervezte a pihenését, illetve ez ugye a július utolsó és augusztus első hete, a karácsonyt meghagytuk a helyén, és a karácsony előtt, illetve a karácsony után igyekeztünk a lehető leghosszabb igazgatási szünetet megtervezni. Sajnos egészen vízkeresztig nem sikerült, de pár nap híján addig ez a javaslat. Tessék? Egy nap híján, hogy kiveszünk szabadságot. Jó, köszönöm. Van esetleg kérdés, hozzászólás, parancsoljon. Nekem ezzel kapcsolatban van, mert tavaly nyáron bár volt testületi határozat az igazgatási szünetről, de valamiért úgy ítéltem meg, hogy nem jött össze a dolog, és teljesen, hát ilyen, nem tudom, ilyen önhatalmulag kezelték ezt a dolgot, mert van, aki igazgatási szünet alatt dolgozott, mert úgy gondolta, hogy tehát máskor szeretne menni, de akkor, szóval nem tudom, tehát nyilván a hivatal működésében én, mint képviselő, nem kívánok beleszólni, dolgoztam itt. Tehát az igazgatási szünet az arról szól, hogy kulcsra van zárva a hivatal, és nyilvánvaló, hogy ügyelet, meg egyéb ilyen hatósági, tehát vagy anyakönyvi ügy, halálozási ügy, ilyesmi, de ugye tavaly ez nem így volt, és ez ugye később, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit feszültséget kelthetett a hivatalban, és én tudok is róla, hogy volt, hogy aki az igazgatási szünet alatt bejár dolgozni, az ugye nem olyan körülmények között dolgozik, mint amikor nincs igazgatási szünet. Tehát ugye nincs iratátvétel, nincs postátvétel, nincsenek ügyfelek, és ezt nem lehet azzal helyettesíteni, hogy ő benn volt igazgatási szünetben, de egyébként meg aktív időszakban nincsen, amikor meg az ügyfelek is már jöhetnek. Biztos értitek, tehát nem rosszból mondom, de akkor legyen az igazgatási szünet, és tényleg csak a legszükségesebb dolgok. Köszönöm szépen. Hál' Istennek munka van bőven. Tehát éppen ezért is egyeztettünk. Senkinek nem kötelező akkor elmenni, de mivel nem próbálok visszaemlékezni, egy-két kéz nem emelkedett a magasba, akik nem ekkor tervezik a nyaralásukat. Ezért ők tudnak még nyugodtabb körülmények között sokkal több munkát elvégezni majd ez idő alatt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz most probléma. Hát gondolom az igazgatási szünetről a valamikor télen kell a döntést meghozni, és akkor lehet előre tervezni. De most ez nyilván, ugye voltak személyi változások, és ez elcsúszott, de... Ezért kérdeztük meg, hogy ki hogy tervezte. Köszönöm szépen. Van-e esetleg további kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja a két igazgatási szünet elrendelését, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyszerűen igen. Az első pótnapi rendünk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés. A Népjóléti Bizottság tárgyalta a beérkezett beszámolót. Megkérdezem elnök urat, hogy... Kérdések is hozzászállt, hogy
Köszönöm. Van esetleg kérdés az atlás? Nagyon szépen köszönöm a szakemberek áldozatos munkáját. Akkor a szavazás következik, aki támogatja a gyermekjelölti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés beszámoló elfogadását kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igen. Elfogadtuk. A következő pótnapi rendünk a Szent Kozma és Damján rehabilitációs szakkórház termálvíz értékesítési szerződése. Ugye ez közelmúltban már terítéken volt. Itt egyrészt a kórház kérése miatt, másrészt pedig a időközben bekövetkezett változások miatt volt szükséges újra tárgyaljuk, pénzbizottság tárgyalta. Igen, megtárgyaltuk, itt összegszerűségi módosítás nincs, hanem csak némi ilyen technikai, meg tartalmi változások történtek, és elfogadtuk a módosítási javaslatot. Az egyik legfontosabb változás, köszönöm szépen, az egyik legfontosabb igen, változás, hogy az engedményes kiesett. A K7-es Lepence kút, termálkút vízök üzemeltetési engedélyében immár véglegesen az engedélyesként Visegrádváros önkormányzata szerepel, tehát nem csak tulajdonosai, hanem engedélyesei is vagyunk, üzemeltetői is vagyunk a termálkútnak ismét. Köszönöm szépen. A bizottság javaslat alapján, aki elfogadja a szerződés megkötését ebben a formában, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igen, elfogadtuk. Közterületeink karbantartása, ugye szóba került a hulladék szállításnál, közterületeink karbantartása. A pénzbizottság javaslata alapján ebben az évben további forrásokat kívánunk fordítani a közterületeinkre. Kérdezem elnök asszonyt, hogy mitől szól a javaslat. Igen, a Városüzemeltetési Bizottságtól kaptuk azt a javaslatot, mert ők utána néztek, és úgy gondolták, hogy a közterület karbantartásra ebben az évben körülbelül olyan 3 millió forint összegre lenne szükség, mert a városgazdálkodási csoportnak nem fér bele a munkaidejébe. Ezt ugye már régóta történet, hogy próbálkozunk azon, hogy adjuk ki. Abban maradtunk, hogy idén 3 millió forintot szánunk erre, kérjünk árajánlatokat, és segítsük ezzel a városgazdálkodás munkáját. Úgyhogy maximum 3 millió forintot szánunk erre. Köszönöm szépen. Ez egy keretösszeg, amit a tartalékterhére. És erre a célra lehet a megfelelő szabályzatoknak megfelelően felhasználni a eseti jellege, amikor szükség van ebből forrásra. Köszönöm. Van esetleg kérdés hozzászólás? Nincs. Köszönöm. Aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem jelezze. Köszönöm. Egyhangú igen, elfogadtuk a forrását, csoportosítását. A utolsó napi rendünk a pénzügyi tartalékaink időszakos pénzügyi tartalékaink egy részének időszakos lekötése. Egyeztettünk a számlavezető pénzintézetünkkel, a pénzbizottság is tárgyalta, és erre vonatkozóan kaptunk is megerősítést, egyetlen javaslatot, igen. Igen. A pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy a mindenkori kötelezettségvállaláson felüli összeg, tehát ezt havonta ellenőrizze a pénzügy, az ezen felüli összeg 75%-a leköthető. Úgy javasoltuk, hogy folyamatos havi lekötéssel a kamat menjen a sima számlára, és minden havi fordulókor ellenőrizze a pénzügyit, hozzátehet, kivehet. Ez természetesen lekötési időn belül is hozzá lehet nyúlni a betéthez, tehát nem olyan, amithez nem tudunk hozzányúlni, de minden hónap végén ellenőrizze, és ennek a bizonyos 75%-a legyen ott. Ha ez több vagy kevesebb, akkor vegyen le belőle, vagy tegyen hozzá. Köszönöm szépen. Van esetleg egy kapcsolatban kérdés-válaszolás? Nincs. Akkor, aki a bizottság javaslat alapján a előterjesztésnek megfelelően a határozatot elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igen. Ezt elfogadtuk.
A napi rendeink végére értünk, most következnek az egyebek. Egyebekben kérdezném, hogy kinek van Barancsai Géza? Igazából egy rövid beszámolót szeretnék tartani a Városi Üzemeltetési Bizottságnak a üléséről egy pár olyan dologban, ami közvetlenül a lakosságot érinti, egy pár mondatban, ha megengeditek. Tehát itt volt az ülés hétfőn, és ott áttekintettük a parkolással kapcsolatos kérdéseket, a parkolóerők beosztását, a kártyás fizetési lehetőség megteremtését, megbeszéltük, hogy automatákat hogy lehet kijavítani, amikor megrongálják őket, mert sajnos történt már, ilyen meghibásodnak. A parkolási bevételek, kiadások alakulását az áprilisi hónapra, a parkolóhely felfestéseket, amire hamarosan sor fog kerülni majd, és egyéb olyan ügyeket, amelyek a parkolásra kapcsolatosak. Tehát a bizottság igazából ezt tekintette át egyik oldalról. Másik napirend volt a rendészeti szolgálat beszámolója. Ez úgy néz ki, hogy a szolgálatvezető Jámbor Ferenc úr jött el, és számolt be arról, hogy az elmúlt két hónap alatt körülbelül milyen tapasztalatok gyűltek össze. Igazából természetesen egyrészt pozitívak, mert hogy valóban valamilyen szinten azért javult a közlekedés és a parkolási morál Visegrádon. Másrészt viszont hát természetesen vannak olyan visszajelzések is egyrészt a lakosság részéről, másrészt a rendészek részéről, hogy vannak problémák. Hiába figyelmeztetik ugyanazt az illetőt egymás után többször, nem semmi foganatja nincsen tulajdonképpen. Igazából a lakosságnak is szokni kell ezt a helyzetet, én úgy gondolom, de odáig eljutottunk, hogy ez a két hónap ez elég kellett, hogy legyen arra, hogy a lakosság egyrészt tudatosuljon be a lakosságban, hogy ugye egy rendészeti szolgálat van, és mindahogy mi is annak idején többször felhívtuk rá a figyelmet több fórumon, hogy egy kicsit szabálykövetőbbek kellene közlekedni és parkolni, mint ahogy eddig tettük. Na most ugye két hónap eltelt, és arra jutott a bizottság, hogy azt a bizonyos kérését, amely a rendészeknek szólt, hogy kérem szépen itt most ne tessék itt nagyon büntetgetni az első időszakban, mert hogy itt azért szokni kell a dolgot. Tehát ezt a kérést ezt mi megszüntettük, annál is inkább, mert hogy ez vissza üt, úgy gondoljuk, illetve a Jámbor úr vélemény alapján is végülis el kell jönni annak az időnek, amikor itt sajnos most már bírságolni fog kelleni olyanokat, akik többszöri figyelmeztetés ellenére is ugyanúgy parkolnak a tilosban, és ugyanúgy, és a többi, és a többi. Na most abban maradtunk természetesen, hogy még egy utolsó figyelmeztetést fog kapni a lakosság. A mostani visegrádi hírekben lesz egy pótlap, hogy most már Isten bizony, és most már bünti lesz, úgyhogy figyeljenek oda. Arra szeretnék kérni, a bizottság tagja arra szeretnék kérni a lakosságot, hogy tényleg figyeljenek oda. Hát máshol is ugye betartják a szabályokat általában, aki meg nem tartja, benne meg számoljon be, hogy ha visegrádi, ha nem visegrádi, fizetnie kell. Ez, sajnos ez így működik. Nos, tulajdonképpen más rendészeti dolog, rendészete kapcsolatos probléma nem volt. Annyi még, hogy van egy zónás parkolási rendszer, amit Szentendrén bevezettek is, amely lehetővé teszi, hogy több bevételhez jusson a város. Ezt gondolta a bizottság, illetve még a Városfejlesztési Bizottság elé is fölkerült ez az ügy, hogy nézzük meg, hogy ők hogy csinálják, és kérjünk ajánlatot attól a cégtől, vagy attól a szervezettől, aki ott ezt megcsinálta, mert olyan ügyesen kitalálták, hogy a bírságoknak a jó nagy része az nem az államhoz folyik be, mint ahogy törvény előírja, hanem van egy olyan mód, amivel a város kasszáját tudnánk ugyanúgy egy kicsit növelni. Ezt keresjük, és ezt szeretném majd bevezetni.
Egy napirendi pontunk volt még, amiről érdemes talán említést tenni, a sportcentrum területi bejárást követtünk el másodízben, megnézni azt, hogy melyek azok a változások, amik az első bejárásunk óta történtek, mert hogy felkértük az üzemeltetőt, illetve a sportegyesület vezetőit, hogy azokat a hiányosságokat, ha lehet, szüntessék meg, amelyeket ez a bizottsági bejárás feltárt. Nem számolhatok be átütő sikerről ebben az ügyben. Az a helyzet, hogy a üzemeltető részéről történtek lépések, sajnos a sportegyesület részéről nem igazán, de a bizottság nem adja fel a dolgot. Elhatároztuk, hogy akkor is megyünk még egyszer, és egészen addig, amíg ott tényleg olyan állapotok nem lesznek, amik úgy gondoljuk, hogy egy ilyen sportcentrumnak kellenek, és természetesen nem ellenséges, hanem inkább segítő szándékkal és baráti szándékkal fordulunk úgy az üzemeltetőhöz, mint a sportegyesülethez, a város vezetés részéről tulajdonképpen, hiszen mindenki tudja, a terület a városi, a közösségé, úgyhogy igazából van ehhez lehetőségünk és kompetenciánk eljárni. Általános állapotról is tárgyalt a bizottság, a közterületek általános állapotáról az előbb esett róla szó, és a pénzügyi bizottság volt olyan kedves, és megszavazta ezt a pénzt, amelyik arra szolgál, hogy bekapcsoljunk esetleg plusz embereket és vagy plusz erőket is a közterületeknek a rendezésében. Ezen kívül még tárgyaltunk a tűzoltó tűzjelzőrendszerről, a csendőrlaktanya helyzetéről, a Mátyás Király utcai járdaépítésről, mobilgát összeállításáról, Sziget utcai szabadidőközpont állapotáról és az államtól átvett területekről szóló jelentésről. Úgyhogy nagyjából ennyi az, amit szerettem volna elmondani a bizottság munkájáról, ami talán érdekelheti a lakosságot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kacsibetlen parancsolja. Tegnapi bizottságülésen nem sikerült eljönnöm, hogy elnézést kérek, de szeretném megkérni a képviselőtársaimat arra, hogyha valakire véleményt mondunk, vagy valakit kritizálunk, vagy dicsérünk, vagy bármilyen kritikát fogalmazunk bárki ellen, szeretnénk, ha az ott lehetne, és az is megvédné magát, vagy megvédené magát, vagy elmondaná véleményét. Ne a hátam mögött csináljuk ezt, mert tudom, hogy elég palázs hangulat volt tegnap itt a bizottsági ülésen is, és utána is. Egy a kérésem, hogy akiről véleményt mond a bizottság, bárki legyen az, az legyen ott az a illető, és ne a hátam mögött mondjunk ezt. Legyen az dolgozó, legyen az képviselőtársatok, legyen az bárki. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem mondani. Köszönöm. Nyilván sort kerítünk majd rá. Mert én bizottsági elnök, akkor hadd reagáljak erre. Senkiről nem volt elzárva ez a bizottsági ülés, tehát hogy mindenki ott lehetett volna. Fölmerült egy kérdés, és ott mindenki elmondta a véleményét. Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy a képviselőtársakat, vagy a bizottsági tagokat befolyásolni, vagy pedig egy fölmerülő problémáról véleményt alkotni, nem gondolom, hogy üdvös lenne, hogy azt mondjam, hogy azért, mert valaki esetleg, akinek a kompetenciájában, vagy pedig a munkakörébe kerül a történet, akkor a problémát nem tárgyalhatjuk meg. Tehát itt fölmerült egy kérdés, volt a reakció, határozat nem született, probléma felmetés volt a tegnapi bizottsági ülésnek a része, de erre közben a mai ülés az a megoldást is meghoztam. Én egyet nem azt mondtam, hogy nem lehet tárgyalni, és jó lenne, akiről tárgyalnak, vagy akiről az ott legyen. Meghívnák, hogy ott legyen, vagy akkor tárgyalják, és ne kritizálják meg. Ne. Köszönöm, ennyit. Többet nem mondok róla készre. Köszönöm. Levontam ebben a következtetéseket is. Köszönöm szépen. Köszönöm. A Mátyás Király utat, és illetve a Mátyás Király út lakói, és a Szerpentin lakói, azok már többen hozzám fordultak, illetve beállt is keresték be, hogy az zajszennyezés óriási a motorok által, és itt beszámoltál arról, hogy a közúttal, illetve a rendőrös parancsnokkal, a PDM-mel, a körzeti rendőrrel, te már folytattál ebben kutatásokat, leveleket terveztetek, tárgyaltatok.
Ezt megkaptam tőle egyébként, ezt a levelet, és akkor a bizottságunk egyebekben tárgyalt róla. Nem tudom, hogy kell-e más bizottságnak megtárgyalni, mert ebben a levélben az volt, hogy az éjszakai rallizást azt azért nehezebb, bonyolultabb megoldani, de arra is van megoldás, azt még egy kicsit körbe kell járni, de például a motoros forgalom csökkentésére megvan a lehetőség az általunk hozott forgalmi koncepció alapján. Ezt meg lehet oldani, két táblát kéne megvenni, és én arra szeretném kérni a testületet, hogy ha is amennyiben elég az, hogy ez a levelezés megtörtént, és bizottságon tárgyalta, javasolnám, hogy adjunk a polgármester úrnak erre felhatalmazást, hogy beszerezze a két táblát, és hogy legalább a motoros forgalmat csökkentsük, és az zajszennyezést, tehát legalább a nappali óránkban csökkentsük. Valóban a... Valóban az elmúlt másfél-két évben sokat foglalkoztunk a Fellegvári út forgalmának a mérséklésével, és kiváltképp a nappali motoros forgalom, illetve az éjszakai rallizás okozta zajterheléssel. Ugye tavaly tavasszal a Giro Italia előtt felújították a Fellegvári utat, és azóta közkedvelt helye lett a nagy teljesítményű motorok és autók közlekedésének, szabad így fogalmazni. A motorosoknak a tavasztól őszig való korlátozása a Fellegvári útnak a település felé eső szakaszán erre vonatkozóan a közút az utolsó utáni hogy is fogalmazzak, jogi kontrollt végzi most, és hogy támadhatatlan legyen minden tekintetben a közösen elfogadott intézkedés. Bízom benne, hogy a következő hetekben a táblák kihelyezése kerülhetnek, és valóban a Fellegvári útnak, tehát a Fellegvár és a település vége között akkor tavasztól őszig a motorosok nem közlekedhetnek majd. Ugye a helyi lakosok, illetve a dolgozók, az ott dolgozók majd a közúttal megkapják az engedélyeket. Ez az elképzelés, ez a terv. Remélem, hogy napokon belül megérkezik az írásos jóváhagyás. Az előzetes egyeztetések alapján mindenki ezen dolgozik, és a lehetőség is megvan rá. Az autósokkal kapcsolatban ott is folyamatos az egyeztetés a Szentély rendőrkapitánysággal, illetve a közúttal. Arra is körvonalazódik több megoldás. Remélem, hogy még az idén nyáron a következő, a közeljövőben lesz arra is olyan javaslat, olyan ellenőrzési lehetőség, aminek eredményeként ezeket az éjszakai rendkívül nagy zajhatással járó és a lakosságot, illetve az itt megszálló vendégeket egyaránt nyugalmat egyaránt rendkívül módon ellehetetlenítő közlekedés megszűnjön. A következő napokban amint kézzelfogható eredmény van, nyilván ez az akkor jelentkezem és erről beszámolok, és egyeztetünk. Valószínű ennek lesz, ez jelent majd kiadást az önkormányzat számára, de azon dolgozom, hogy a lehető költséghatékonyabban, tehát a lehető legkisebb ráfordítással tudjunk eredményt elérni, és szüntessük meg ezt a népszerű útszakaszt, vagy pályaszakasztnak a használati lehetőségét éjszaka. Köszönöm, Pisti, hogy beléptél itt ebbe a történetbe, és már elég régóta küzdünk, de nagyon látom a szándékot, az elejétől fogva láttam, csak ugye a megvalósítás nem annyira egyszerű, de már én nem akarom ezt megerősíteni, viszont most jutott ebben a pillanatban erről eszembe, hogy valami homokszem van a gépezetben, a buszos, megmondom őszintén, nem néztem meg, hogy ott azok a táblák, azok visszakértek, mert jönnek fölfele a buszok. Ott a tábla. A 11-esen is, és itt is ott a tábla. De valamiért jönnek föl. Hát mert, én a volánbuszon, kívül most már egyre kevesebb. Valóban tavasszal az arány nem volt jó, amikor ugye
újra életbe lépett a március 1-jével ez a korlátozás a buszok számára. Én látok sok buszt hátul fölmenni és itt lejönni. Valóban akad még egy-kettő busz a Volánbuszon kívül, amelyik itt megy föl, tehát akad még. Bízom benne, hogy a ellenőrzések eredményeként ez is megszűnik majd. Illetve, és azt annak örülök, hogy azért ez csak olyan számban jelenik meg, hogy ez még, ha jól tudom, akkor még idén forgalmi dugót nem okozott, bár lehet, hogy nem, azért csak erő jutott eszembe, hogyha már ott van a tábla, sajnos az időszaki korlátozásnak ez a hátulütője, de azért még néha esik hó és van jegesedés a télen, tehát ezért ezt csak tavasztól őszig tudjuk most még elrendelni. Egyébként azt nem mondtam el, hogy a bizottság is szkeptikus volt egy kicsit a táblák ügyében, hogy vajon betartják-e majd a motorosok, és a bizottság egy komoly része mondta, hogy hát ezt csak és kizárólag kamerával lehetne majd megcsinálni, és úgy kéri, de hát annak nyilván annak komoly összege van, stb., de szeretné, ha előbb-utóbb kontroll is lenne, nem csak a két tábla, mert hogy attól félünk, hogy nem nagyon fogják betartani táblákat. A távol akkor működik, hogyha lesz ellenőrzés, és lesz ellenőrzés és bírságolás. Ezt tudjuk. Köszönöm szépen. Nincs. Akkor az ülés bezárom, és köszönöm a munkát.